néhány napja készültek ezek a fotók. Az ötszemélyes autóban összesen 10 ültek, 2 embercsempész és 8 illegális migráns. A bártaszéki autópálya rendőrök fogták el őket az M6-os strádán. Egy orosz, illetve egy osztrák személy volt az, akik embercsempész és büntett elkövetésével megalapozottan gyanúsíthatóak. Kollégáim a 30 éves orosz férfit, valamint a 24 éves osztrák férfit őrizetbe vették, és velük szemben embercsempész és büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. A 8 szír állampolgárnak magát valló személyeket pedig biztonsági határzárhoz kísérték munkatársaink. 2 nappal korábban pedig egy másik embercsempész 3 határsértőt próbált Ausztriába szállítani. Őket is tetten érték a rendőrök. A migránsokat azóta már visszatoloncolták Szerbiába, az őket szállító férfit pedig letartóztatták. Bonyhád Börzsönyben szintén fogtak embercsempészt egy 5-számjegyű mellékúton a rendőrök a napokban. Az elfogások növekvő száma miatt az embercsempészek ugyanis már egyre gyakrabban használnak ilyen kisforgalmú útvonalakat, hogy nehezebb legyen őket elkapni. A bonyhádi rendőrkapitányság munkatársai csütörtökön a késő esti órákban ellenőriztek egy járművet Bonyhád Börzsöny térségében, amelynek vezetője egy észt férfi volt. A járműben a sofőrön kívül még 9 magát szír állampolgárnak valló személy utazott, akiket nem az utastérben, hanem a platón szállított a járművezetője. Csak az elmúlt napokban tehát 4 embercsempészt fogtak el a rendőrök az országnak ezen a részén. Idén januárban pedig már közel 40 illegális migráns tartóztattak fel Tolna megyében.